Tavaly Magyarországon 566 ezer embernek lett új lakcíme. Ez 14 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, írta meg a 24.hu központi statisztikai hivatal adatai alapján. A több mint fél millió emberből 300 ezeren ideiglenesen jelentkeztek be valahova, 260 ezeren viszont lakóhelyet váltottak. A rengeteg lakcímváltó ember közül 84 ezer Budapestről költözött el. Ők leginkább Pest megyébe és a Balaton környékére mentek. A KSH adatai szerint az el- illetve odavándorlók egyenlege pozitívan alakult a megyék nagy részében, kivéve az ország keleti részét, mert Borsodból 3700-zal többen mentek el, mint ahányan oda költöztek. Szabolcsban pedig ugyanez a szám, 4000 volt. Benedikt Károly a stúdióban, jó reggelt kívánok, köszönöm jó reggelt. szépen, hogy elfogadta a el meghívásunkat, és itt van nálunk. Ugye... Elgondolkodtató ez a statisztika, amikor ugye ezt olvasjuk, hogy 85 ezer ember költözött ki egy év alatt Budapestről az agglomerációba, és mondjuk Balaton mellé, vagy a Balaton környékére, de persze azt is érdemes megvizsgálni, hogy az előző években egyébként mi volt ugyanez a statisztika. Igen, most beigazolódott azt, amit már tavaly is mondtunk, és hogy érződött az ingatlan piacon, hogy a kiköltözés az elkezdődött, és mindenki kereste a, a nagyobb életteret, a Kertet, Erkét, ami, amit tudott, hogy a bezártság egy kicsit komfortosabb legyen, és most a, a KSH a számokkal ezt igazolta is, hiszen Budapestről viszonylag sokan költöztek ki. Általában ez a szám nem olyan kirívó, hiszen a mozgás, a beköltözők, kiköltözők aránya az mindig hasonlóan szokott alakulni, de most Pest megyébe és Balatonra is kimutathatóan sokan költöztek. Ezek tényleg igazolják azt, amit az elmúlt időszakban mondtunk, és ez érthető is ilyen szempontból. Igen, de szerepet játszanak mondjuk az is, hogy aki eladni akar, mármint ingatlant, ugyanak most kell eladnia, mert most csúcson van, vagy hát most lehet, hogy még jövőre is csúcson lesz, de abból a pénzből, amit Budapesten eladnak ingatlant az emberek, abból azért vidéken, nem mondom, hogy pont Balatonnál, mert ott is dinamikusan emelkednek az árak, de azért az agglomerációban jóval kényelmesebb, méretű ingatlanokat tudnak vásárolni. Igen, a kiköltözésnek a, legnagyobb hatása, vagy a legnagyobb része általában az ár és a, az ingatlan árak szokták ezt, ezt mozgatni. Hogyha a nagyvárosok és a főváros már drága, elviselhetetlenül drága lesz, akkor, akkor kényszerből sok ember muszáj kiköltöznie, és a agglomerációban ugyanennyi pénzért tényleg nagyobb ingatlan, korszerűbb ingatlan tud találni, de pont emiatt az elmúlt időszakban az agglomerációs települések jóval dinamikusabban emelkedtek, és az egy picit szűkül, tehát közelítenek a főváros és a nagyvárosi járakhoz, de még mindig azért kedvezőbben tudunk ott ingatlant és családi házat venni. Ez az áremelkedés meddig tart? Ö, nincs, nincs olyan tényező a, a gazdasági körülményekben, a támogatásokban, ami, ami azt mutatná, hogy megállna az emelkedés, és esetleg csökkenés vagy stagnálás lenne. Lehet, hogy a mértéke nem lesz olyan nagyon nagy, tehát kicsit csökkenni fog a dinamika, de mi még a következő években is áremelkedést várunk az ingatlan piacon, Tény is való, hogy, hogy különböző területeken, különböző mértékben, tehát például a Balaton és tényleg a Budapest környéki agglomeráció sokkal erősebben emelkedett az elmúlt időszakban, míg a belvárosban azért nem volt emelkedés, még sokszor stagnáltak, néhol még csökkentek is az árak, Különböző mértékben, de még mindig emelkedni fognak az ingatlanárak. Azért tegyük azt is hozzá, hogy a mindeket olvastuk azt a cikket, hogy nem csak az ingatlanárak fognak, azt hiszem az írásban konkrétan ezt a jelzőt használták, hogy drámaian emelkedni, hanem a lakáshitelek is. Na most ez azért a, a, a piacnak is egy üzenet, és üzenet, mondjuk a, a tulajdonosoknak is, vagy a, a leendő tulajdonosoknak. A vevőknek, igen, igen. A, itt ez a vásárlóknak egy üzenet, hogy hogy nem érdemes várni, hiszen hogyha az ingatlanok is drágulnak, vagy nem lesznek olcsóbbak, és legyünk nagyon pozitívak, akkor is a pénzügyi segítség és a hitelek drágulásával csak nehezebben tudják majd megvásárolni a következő időszakban ezeket a lakásokat. Tehát aki most szeretne, vagy már gondolkozik a költözésen, én azt gondolom, hogy nem érdemes várnia. Jó, meg, kell, meg kell keresni azt az otthont, azt a lakást, ami, ami a céljénknek felelő, legyen ez akár a nagyvárosban, akár a kicsit vidékebben és családi ház vagy sorház, de, de mindenképpen érdemes gondolkodni és most lépni az ingatlan piacra. Tehát aki inkább akar, vagy aki a közeljövőben szeretne mondjuk ingatlan vásárolni, de tudja azt, hogy kell hozzá hitel, az most lépjen akkor ezek szerint. Igen, igen, én a ezt javaslom, a, a pénzügyi szakértők is ezt javasolják. Igen, azért még szeretném Károlyant arról is kérdezni, hogy ugye mindig a Balaton, a Balaton érthető, mert amikor a koronavírus felütötte a fejét, ugye Magyarországon, mit láttunk, hogy egy csomó ember próbált, ha máshol nem, a hétvégére legalább kiszabadulni, ugye a nagy tömegből mentek le videkre, az elkezdődött az ingatlanvásárlás, ugye a Balatonon kívül van neki olyan régióink, ahol szintén hasonló a tendencia áremelkedés tekintetében. Balaton mellett azért most nyáron az összes többi turisztikai szempontból fontos nyaralóvezetben volt drágulás. Tiszató, ott, ott még alacsonyabb bázisról indultak az ingatlanárak, ezért ott meredekebb volt az emelkedés, de nagyon népszerűek lettek ezek a, a tóparti, vízparti ingatlanok. De hogyha megnézzük, hogy, hogy nem csak a nyaralóvezetekből, és nem csak Budapestről költöznek ki az emberek, hanem a vidéki nagyvárosokból is. Vécsen, Debrecenbe, Szegeden és Győrben is mondták a kollégák és a tapasztalatok alapján, hogy a nagyváros azért szívesen ott hagyják a, 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 a családok és keresnek nagyobb-nagyobb területeket. Ez különböző mértékben tud sikerülni nekik, hiszen van, ahol van megfelelő kínálat, és van, ahol pedig még hiányzik ez. És ugye azt is tegyük hozzá, hogy ez nem csak egy hazai tendencia, hanem a mellettünk lévő szomszédos országokban is hasonlóan emelkednek az ingatlanárak. Legközelebb majd erről is beszélünk. Köszönöm köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Nem csak azért köszönök el öntől, mert Lampi Ági már itt van a stúdióban, és hát nagyon szeretné elmondani a számára legfontosabb, vagy a legérdekesebb online híreket. Jó reggelt!